A folytatásban is maradunk a vihar okozta károknál. A tűzoltók is intenzíven dolgoztak a vészhelyzetek közvetlen elhárításán. Vendégem a stúdióban Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. No hát milyen bejelentéseket kaptak csütörtök este, és milyen beavatkozásokat végeztek az egységek? Körülbelül ugye egy óráig tartott a vihar csütörtök kora este, és ez alatt 30 riasztást kaptak a Hajdú-Bihar megyei tűzoltók nagy része Debrecenbe érkezett, illetve Nyiradony és környékére riasztották őket. Egyszer egy időben kellett nagyon sok egységet bevetni, hiszen fel kellett azt mérni egyáltalán, hogy melyek a károk a legveszélyesebbek, melyeket kell azonnal elhárítani, mely az, ami esetleg egy kicsit jobban ráér, mondjuk egy-egy vízeltávolítás, hiszen sokszor előfordul az, hogy a vízelvezető árkok, illetve csatornák nem megfelelő gyorsasággal nyelik el a vizet, mondjuk valamilyen szennyeződés miatt lassabban szivárog le, és emiatt, mire a tűzoltók kiértek, addigra már el is szivárgott az esővíz, így már ott nem kellett beavatkozni, de volt nagyon sok esetben, ahol garázsba tört be a víz, illetve pincét veszélyeztetett lakóépületeket, ezért vonultak a tűzoltók, illetve nagyon sok esetben faágak hasadtak le, vagy esetleg fennmaradtak a magasban, és villanyvezetéken lógtak, emiatt az áramszolgáltató szakemberével összehangoltan dolgoztak a tűzoltók. Hogyan priorizálnak, részben már említette, ilyen esetekben gondolom az emberi életnek a megmentése a legfontosabb? Természetesen oda vonulnak először a tűzoltók, ahol komoly veszélyt jelent a gyalogos forgalomra, és nyilván az utóbb maradnak azok az esetek, ahol egy-egy félpályás útzárat képez egy hatalmas fa vagy faág, és ezeket is felszámolták a tűzoltók még aznap, vagy inkább olyan éjszaka, de volt olyan bejelentés, ami csak pénteken érkezett, hiszen péntek reggel vették észre a lakók, hogy az utcájukban egy hatalmas faág, például Debrecenben a Nyulas utcán fennakadt, és az veszélyeztette az ott parkoló járműveket, illetve az ott közlekedő autókra is veszélyt jelentett. Úgyhogy azokat a káreseteket nyilván, amit később kaptunk, azokat később is tudtuk felszámolni, de szerencsére ilyenkor nagyon sokan dolgoznak azon, hogy minél hamarabb meg legyenek oldva itt a problémák, hiszen 84 tűzoltó van átlagosan Hajdú-Bihar megyében, akik 24 órás szolgálatot látnak el, de ilyen esetekben, mikor hirtelen nagyon sokat kell beavatkozni, tudunk szabadnapos tűzoltókat berendelni, és ők is azonnal csatasorba álltak és segítettek a bajtársaiknak. Volt olyan település, ahol szinte észre se vették ezt a viharos csütörtök délutánt, így tudtunk szereket átcsoportosítani, és volt, hogy Püspökladányból érkeztek be tűzoltók, vagy esetleg Berettyóújfaluból is. Előtte való hétvégén őket kapta el jobban a vihar, akkor oda is mentek segíteni más településről tűzoltók, most ők ezt viszonyozták és segítettek itt Debrecenben. Volt most kiemelten veszélyes helyzet? Vagy mindegyikre azt lehet mondani, hogy hát eléggé vészhelyzet volt tulajdonképpen, hát ilyen jégkár mostanában nem volt Debrecen térségében. Igen, igazság szerint ami veszélyes, ezek a lehasadt faágak, amiket esetleg mondjuk észre sem vesznek, és már leszakad, vagy megrecsen a fa, és nem veszik észre, aláparkolnak. Nagyon szerencsés az, akinek az autójában pont nem ült senki, hiszen volt a Tímár utcán, hogy egy faág két autóra is ráesett, és azért ez elmondható, hogy nagy szerencse is kell ahhoz, hogy ezekben ne történjen személyisérülés. Tavaly volt egy ilyen eset, pont akkor ült be egy hölgy az autójában, mikor lehasadt egy faág, ő kisebb sérülés szenvedett, de szerencsére most ez egyáltalán nem történt. Nagyobb épületkárunk se volt, tehát voltak jellemzően olyan esetek, ahol esetleg meglazultak különböző részek az erkélyeken, teraszokon, de ilyen közvetlen életveszélyben senki sem volt. Ilyenkor csak lakossági bejelentésekre vonulnak ki, vagy esetleg a hatóságok már figyelmeztetik, riasztják önöket, hogy legyenek kihemelten készenlétben? Természetesen folyamatosan figyeljük az erőjelzéseket, így tisztában vagyunk vele, hogy mikor kell nagyon szereket átcsoportosítani, vagy mikor kell jobban odafigyelni, tehát természetesen azért 24 órában folyamatosan figyelik a tűzoltók a helyzetet. Ami talán kiemelkedő ilyenkor, hogy az összehangolt munka nagyon fontos, tehát az áramszolgáltatóval közösen együtt dolgozni, azok az a vezetékekhez nem nyúlni, amelyekben még áram fut, voltak áramkimaradásos területek is, de mindenképpen úgy kell a tűzoltóknak is dolgozniuk, hogy a lehető legnagyobb biztonságban, úgyhogy arra törekednek ilyenkor a kollégák is. Mit jelent ilyenkor egyébként a kiemelt ügyeleti rend? Tehát mindenkinek ügyeletben kell lenni, vagy mennyivel nő meg ilyenkor az állomány, vagy esetleg a munkaidő, ez hogyan oszlik meg?
Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy a szabadnapos tűzoltóról, úgymond szabadnapján is tudunk, hogy Debrecenben tartózkodik, berendelhető, tehát nem kirándulni van a családjával, esetleg külföldön, tehát igazából tudjuk, hogy kik azok, akikre lehet számítani, hogyha plusz erőforrásra van szükség. Ilyenkor szoktuk őket tudni tájékoztatni már előre, illetve a tűzoltó is nyilván akkor úgy készül, hogy ő is figyelemmel kíséri. Vannak olyan esetek is, amiket például úgy számolnak fel, hogy be sem kell jelenteni, hanem vonult a tűzoltó egyik kárhelyszínről a másikra, észreveszi és azonnal beavatkozik, illetve ilyenkor a szabadnapos tűzoltók is tudnak segíteni, hogyha egy-egy ilyen kézi erőre van csak szükség, úgyhogy ilyenkor azért nagyon összehangolt munka van, de a lakók is egyre jobb az öngondoskodás az állampolgárok körében is. Sajnos, hát napok óta halljuk, hogy mi a helyzet Hollandiában, Belgiumban, Németországban ugye az áradások kapcsán, hát reméljük, hogy minket nem ér el, de hogyha mégis elér bennünket, akkor ez igényel egyfajta magasabb felkészülési szintet. Egész évben, készültségi szintet? Igen, egész évben készülnek rá kollégák, tehát a katasztrófa védelemnek van egy ága, amely kifejezetten a polgári védelem, ilyenkor ők kerülnek előtérben, ők vannak azzal tisztában, hogy hogyan és miként lehet legjobban megvédeni az állampolgárokat, akár mondjuk egy olyan területről van szó, amely ki kell telepíteni az ott élőket, mert olyan nagy bajba kerültek. Gyakorlatuk is van már sajnos, hiszen volt már pár évvel ezelőtt, mikor Dunai árvíznél avatkoztak be, ugyanígy tűzoltók, illetve az ő vezetés a polgári védelem vezetésével segítették az ott lakókat. Tiszai árvíznél is voltak már a kollégák, illetve korábbi években volt már, hogy külföldön is segítettek, úgyhogy tisztában vannak, nagyon-nagyon sok gyakorlat van egész évben, tehát amikor nem mutatjuk, akkor is dolgoznak a tűzoltók, illetve a kollégák. Rengeteg gyakorlat van az önkénteseknél is, folyamatosan képzik őket, hogyha baj van, akkor tényleg helyt tudjanak állni, hogy ez benne van, be van építve a mindennapokban. Mi a lakosság egyébként, hogyan tudunk védekezni? Ugye Amerikában hát sajnos előfordulnak a tornádók is, olyankor ugye jelzik előre is, hát bedeszkázzák az ablakokat, ilyesmiket lehet hallani. Mi itthon tudunk egyáltalán védekezni egy-egy riasztás előtt? Voltak most is olyan káresetek, ahol nem közterületen történt fakidőlés vagy lehasadt faág, hanem családi ház udvarán hasadt le egy hatalmas faág. Nyilván figyelni kell, hogy milyen növények vannak körülöttünk, tehát egy-egy nagy fa előregethet, meghasadhat, vagy mondjuk korhat, már nem rő rajta levél, azért az figyelemmel kell lenni, és inkább meggaljasztatni, levágatni még időben, mert az fog leghamarabb lehasadni. Illetve a vízelvezető árkok tisztántartása is saját ügyünk, hiszen szeretnénk, hogyha az otthonunkban nem kerülne be a csapadék, és ezek általában el szoktak dugulni, vagy valamilyen sárral, szennyeződéssel, vagy mondjuk egy növényel, gazzal, úgyhogy ez érdemes ezt is megtenni öngondoskodás keretében. Visszatérve Németországra, hát olvastam, hogy megjelent bizony a katasztrófa turizmus. Sokan oda mennek, és hát bámészkodnak, és ezzel zavarják a mentőegységeknek a munkáját. Egyrészt ez itt jellemző-e a mi térségünkben, illetve mennyire veszélyes ez? Igazság szerint szerencsére itt nem jellemző Hajdú-Bihar megyében, most is voltak azért, én is láttam a közösségi felületeken nagyon sok fotó arról, hogy milyen nagy hatalmas víz hömpölyög az utcán. Nem szabad belemenni autóval, mert elakadhatnak, tehát ez mindenképpen fontos tudni, hogy nem kell ezen átmenni meg kockáztatni, hiszen nem biztos, hogy átér az autó, hanem lerobban útközben. Illetve ilyenkor ugye inkább felmerül a kérdés, hogy most kinek kell szólni, mit kell csinálni, és nyilván gondolnak ilyenkor ránk is. Természetesen, hogyha 112-es segélyhívó számot betelefonálják, és elmondják, hogy mit tapasztalnak, akkor, hogyha olyan a helyzet, ki tudunk menni, de azt is fel kell mérni, hogy nem mindig tud a tűzoltó egy-egy vízszivattyúzásnál beavatkozni, hiszen hogyha kis mennyiségű az a csapadék, és mondjuk csak 10 centire éri a földtől, akkor azt nem tudják kiszivattyúzni, tehát ott más megoldást kell elvégezni. Nyilván itt is akkor a kitisztított csatornák fognak majd segíteni ennek a csapadéknak az elvezetésébe. Szerencsére nem jellemző, hogy oda jönnének, és nagyon komolyan veszik azt, hogyha a tűzoltók dolgoznak egy-egy lehasadt faágnál. Én is tapasztaltam már többször, hogy komolyan veszik a kitáblázásokat, és nem kockáztatják esetleg az életüket azzal, hogy alásétáljanak egy ilyen hatalmas fának. Minden esetre ez örömhír. Hamarosan rajtol a Campus Fesztivál. Mit tanácsolnak a közönségnek, a fesztiválozóknak? Ne adj Isten, eléri a térségünket egy hasonló vihar. Hogyan kell viselkedni? Már a korábbi hónapokban, már lehet azt mondani talán, hogy egy évvel ezelőtt is nyilván nagyon készülnek erre a fesztivál szervezők, és ezzel a katasztrófa védelem is, tehát
komoly összehangolt munka van a szervezőkkel, hogy a legbiztonságosabb legyen a fesztivál. Szerencsére minden évben ez be is szokott bizonyosodni, hiszen nem szokott komolyabb gond lenni. Eső az nem okozhat gondot, tehát egy esőtől nem lesz semmi bajunk. Attól viszont igen, ha például esernyővel megyünk, és azzal próbálunk meg nem megázni, ez balesetveszélyes. Úgyhogy az ilyen apróbb figyelmességre oda lehet figyelni, hogy ne álljunk fa alá, hogyha vihar van, ne azt próbáljuk meg, hogy egy sátorba úgy bebújjunk, ahol esetleg fágak vannak fölöttünk, hiszen leszakadhatnak és megsérülhetünk. Nagyon fontos, hogy inkább esőkabát legyen nálunk, mint esernyő, hiszen ha azt kinyitjuk, akkor az balesetveszélyes, valakit megszúrhatunk vele, illetve oda kell figyelni arra, hogy attól még, hogy tolakszunk, nem fog a tömeg kevesebb lenni, oda kell figyelni a menekülési útvonalakra, illetve a kijelzőkre, rendeteg kijelző van a színpadoknál, ahol elmondják a szervezők, hogy hogyan és miként kell akár kimenekülni, hogyha ha mégis olyan lesz a helyzet. Fel van készülve rá a katasztrófavédelem is, a rendőrség is, operatív törzs van a helyszínen, tehát ott vannak a kollégák éjszaka is, és hogyha olyan az időjárás, akkor a szervezőkkel közösen dönthetnek arról, hogy leállítanak egy-egy koncertet, vagy esetleg kiürítik a területet. Erre nagyon jó begyakorolt terv van, és aki figyelmesen indul el fesztiválozni, az biztonságban lesz majd. És lehetőleg kerüljük el a pánikszerű menekülést. Igen. Illetve hát reméljük, hogy nem kerül semmilyen hasonlóra sor. Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat. Köszönöm én is. Kedves nézőink, eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!